Sziasztok! A múlt héten a családom végigvonuló betegség miatt sajnos nem tudtam videót készíteni, és most is előre elnézést kérek, hogyha egy picit zaklatottabbak lesznek a viszonyok. Mindenki itthon van, máskor egyébként egyedül szoktam lenni a lakásban, de most mindenki itthon van, kiszorultam a konyhába, ennek megfelelőek a fény és hangviszonyok, viszont az érettségi közeleg, a sónak folytatódnia kell, úgyhogy megpróbálkozunk József Attila életútjának a feldolgozásával. József Attila szerintem nemes egyszerűséggel a magyar irodalomban valaha élt legnagyobb költő, ezt én gondolom így, de objektív szemmel nézve, objektív mércével mérve is ő egyértelműen a világirodalom legnagyobb alakjai közé tartozik. Nagyon összetett, nagyon komplex az ő életműve, nagyon sokféle műfajban, nagyon sokféle témában alkotott, úgyhogy nagyon nehéz is őt olyan szűk időkeretek között tanulni, mint amire a gimnáziumban vagy más iskolában lehetőség van. Pláne nagyon nehéz egy ilyen rövidke videó kereteiben beszélni róla, de azért próbáljuk meg, és a legfontosabb információkat igyekeztem nektek összegyűjteni. József Attilának az egész életét végig kísérte az, hogy ő nagyon-nagyon szegény sorból származott, a társadalom legalsó rétegéből származott ő. 1905. április 11-én született, ezt a költészet napjaként ünnepeljük. Ő Ferencvárosban született, Ferencváros ugye ma már a belvárosnak a része, Budapest belvárosának a része, de József Attila idejében ez még egy abszolút külváros volt. Tehát tényleg, ahogyan egyik vers címe is mondja, a város pereme volt Ferencváros. Tehát itt született József Attila, az édesapját József Áronnak hívták, az édesanyját Pőce Borbálának, ezt egyébként szerintem nem feltétlenül kell tudni, de azért hangozzék el. A két nővére viszont annál fontosabb Jolán és Etel. Tehát ők hárman voltak testvérek, és tényleg egy ilyen mély szegénységben élő proletár család voltak ők. Az apja egyébként szappanfőző munkás volt. És az első nagy törés a családjuk életében az volt, amikor 1908-ban az apa elment. Az volt a hivatalos verzió, hogy Amerikába indul szerencsét próbálni, de valójában Romániában új családot alapított, és tulajdonképpen kikerült az ő életükből. Innentől még nagyobb szegénységben éltek, az édesanyjuk, aki egyébként mosásból, tehát mosónőként próbálta őket eltartani, illetve mindenféle háztartás körüli munkákból, nem nagyon boldogult ezzel, nem tudott elég jövedelmet szerezni, ezért 1910-ben pár évre nevelőszülőkhöz kerültek a két kisebb gyerek, Attila és Etel, elkerültek nevelőszülőkhöz öcsödre, ami egy elég nehéz időszak volt a gyerek József Attila életében. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy ételért és szállásért, ellátásért nekik dolgozniuk kellett. Iskolába jártak, de mellette dolgozniuk kellett. Aztán 7 éves korában visszavette őket az anyjuk Pestre, valahogy összetudott annyi jövedelmet szedni, hogy visszakerülhettek hozzá. Azonban továbbra is nagyon szegény sorban éltek, egy ilyen tipikus proletár életet éltek, ami azt jelenti, hogy napról napra kellett nekik megteremteni a legalapvetőbb létszükségletet is. Tehát ezt úgy értsétek, hogy sokszor enniük nem nagyon volt, mint sokszor fűteni nem nagyon tudtak, mivel... És az öltözködésük is nagyon, hát hogy mondjam, József Attila a feljegyzésekből megmaradt, hogy ő mindig próbált jól öltözni, de hát nagyon ritkán adatott meg neki az, hogy egyetlen új ruhája legyen. Az anyjuk az továbbra is mosásból tartotta el őket, de a gyerekek is dolgoztak, József Attila is folyamatosan alkalmi munkákat végzett az iskola mellett, hol kosarakat cipelt a piacon, hol szenet lopott, tehát mindenki próbált pénzt keresni. Aztán a következő tragédia az volt, hogy az édesanyjuk megbetegedett, és 1919-ben meghalt. Tehát egyedül maradt a három gyerek, pontosabban a legidősebb testvér, Jolán, ekkora már férjhez ment, egy Makai Ödön nevű ügyvédhez, egyébként nagyon jól nősült, és furcsa csavar lesz majd a történetben, hogy később majd elválnak, és majd Etelt fogja Ödön feleségül venni, Makai Ödön feleségül venni, szóval ez egy ilyen elég érdekes csavar, de ne szaladjunk ennyire előre. Az a lényeg, hogy Makai Ödön lesz majd József Attila gyámja, és ő igyekszik egyébként az ő oktatásáról megfelelő módon gondoskodni. Itt alul egyébként két fotót láthattok. Az egyik az Attila
Jolán és az édesanyjuk, a másikon pedig Etel nevű nővérével látható József Attila. Szóval az édesanyja halála az egy abszolút törést jelentett az ő életében, ezt gyakorlatilag nem is tudta kihevelni. Na tehát a gyámja Makai Ödön révén Makóra került gimnáziumba és kollégiumba, vagy ahogy akkor mondták, internátusba, és nagyon hamar, vagyis hát ott már kiderült, hogy ő nagyon tehetséges költő, ő is önképző körbe járt. Ha emlékeztek, azt hiszem Kosztolányinál beszéltünk róla, hogy az önképzőkör az olyasmi volt, mint ma egy szakkör, csak annál sokkal komolyabban vették. Tehát ott tényleg a adott tudományterületben tehetséges diákok rendszeresen összegyűltek, és sokszor egészen komoly tudományos munkát vagy művészi munkát végeztek. Tehát a lényeg, hogy József Attilának a tehetsége kitűnt, és végül nem Makón érettségizett le, mert időközben megvolt egy öngyilkossági kísérlete, és nem vették vissza a kollégiumba, úgyhogy végül Szegeden érettségizett le, de nagyon szép eredménnyel érettségizett. És az első versei is megjelentek már, a legelső nyomtatásban megjelent műve, az a Színház és Társaság című lapban jelent meg 1922-ben, ez egy szegedi lap volt egyébként, de egészen kamaszkora óta írt már verseket József Attila. Na tehát sikeresen leérettségizett, és be is iratkozott 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia filozófia szakára. És ugye akkor már folyamatosan jelentek meg versei, és ebből az egyik a Tiszta szívvel című, ugye ez a nagyon híres Nincsen apám, se anyám kezdetű vers, akkor a botrányt kavart, perbe is fogták miatta, hogy Horger Antal, aki egy nagyon híres nyelvész volt egyébként, eltanácsolta a tanári pályától és az egyetemtől. Ekkor egy darabig járt József Attila a Bécsi Egyetemre, illetve Párizsban a Sorbonne-ra is járt. Azért ez érdekes, hogy egy nagyon egyszerű proletár fiú azért eljutott Párizsba, és be tudott iratkozni az egyetemre, de végül is nem szerzett egyetemi végzettséget. Arra viszont jó volt ez a pár év, Bécs is, meg Párizs is, hogy megismerkedett a kinti magyar emigrációval, Bécsben például Kassák Lajossal, és közel került az illegális kommunista mozgalomhoz, és ugye egyáltalán az ellenzéki magyar emigrációval kapcsolatba került. Na tehát nem sikerült befejeznie az egyetemet, viszont folyamatosan alkotott, folyamatosan jelentek meg a művei, és folyamatosan próbálta a magyar irodalmi életőt anyagilag támogatni, így például kétszer is megnyerte a Baumgarten Alapítványnak az úgynevezett kisdíját, ami akkoriban, ezt csak úgy érdekességképpen mondom, hogy a kisdíj az 1000 pengő volt, az igazi nagy Baumgarten ösztöndíj az pedig 3000 pengő. És akkor értsétek, hogy ez mit jelent, hogy ugye volt egy korabeli sláger, aminek az volt a cím, hogy havi 200 pengő fixel az ember könnyen viccel, vagyis 200 pengőből havonta már meg lehetett élni, úgyhogy ezek komoly összegek voltak. De ennek ellenére folyamatosan, tehát ugye az a baj ezekkel az ösztöndíjakkal, hogy ezek vagy vannak, vagy nincsenek, ezek nem rendszeres jövedelmek, tehát továbbra is nagyon komoly anyagi problémái voltak József Attilának. Na aztán picit beszéljünk az ő politikai útkereséséről is egy kicsit, illetve a betegségéről. 1928-ban kapcsolatba került a Barta Miklós Társasággal, ami a népi íróknak egy ilyen fontos szövetsége, társasága volt. Móricz Zsigmondnál beszéltünk a népi írókról, akiknek az a fő törekvésük, hogy az egyszerű vidéki emberek, a falusi parasztok életét és szociális problémáit a figyelem középpontjába helyezzék. Aztán 1930-ban belépett az illegális kommunista pártba József Attila, tehát ő egy egyértelműen baloldali gondolkodású költő volt, bár azért folyamatosan kereste az új és új intellektuális utakat, de aztán 1934-ben kizárták a kommunista pártba. Most ebben nem menjünk bele ezekbe a politikai csatározásokba. És miközben megvolt ez a politikai útkeresés az ő életében, mindeközben nagyon súlyos neurózissal küzdött, tehát egészen kiskamasz kora óta neki egy nagyon érzékeny idegrendszere volt, többször voltak öngyilkossági kísérletei,
többször volt idegösszeomlása. Nagyon, nagyon sokan írtak egyébként pszichiáterek, szakemberek József Attiláról, és ha én jól tudom, a mai vélemény az, hogy valószínűleg egy borderline személyiségzavar nevű mentális zavarban szenvedett, tehát ez volt az ő állapotának az oka. Ebben most nem menjünk bele részletesen, az a lényeg, hogy mai szemmel már elég jól tudják diagnosztizálni, viszont a saját korában nem nagyon tudták őt kezelni, és nagyon, nagyon sokat szenvedett, és hát a tragikus halála is, azt tudjuk, hogy hogyan végződött az ő élete. A 30-as években egyébként József Attila kapcsolatba került a pszichoanalízissel is, tehát járt analízisbe, és nagyon foglalkoztatta ez a tudományterület, de hát ma már kijelenthetjük, hogy az ő állapotán nem tudott segíteni az analízis. Érdekesség még az ő életéből és karrierjéből, hogy kétszer is találkozott Thomasmannal, és a második találkozás, egy 1937-es találkozás alkalmával írta a nagyon híres ódáját, a Thomasmann üdvözlését, amit azonban nem adhatott elő, tehát az volt a terv, hogy ő elszavalja ezt a verset, de ezt a belügyminisztérium megtiltotta, mert hogy túlságosan lázítónak találta ezt a szöveget. Aztán a 30-as évek második felében, és hát úgy 34 után egyre inkább romlott az egészségi, pszichikai állapota, többször volt idegösszeomlása, mint mondtam. Ha megnézitek ezt a képet, ezen is látszik, hogy egy nagyon elgyötört embert láthattok, aki mindössze 32 éves, és sokat rontott a helyzete, nagy ráadásul beleszeretett a pszichoanalitikusába, tehát az őt kezelő pszichiáterbe, Gyömrői Editbe. Aztán 37-ben volt még egy utolsó nagy viszonzatlan szerelme, Kozmuca Flóra, aki egyébként Illyés Gyula felesége lett később. És aztán 1937 nyarán ismét egy nagy idegösszeomlást kapott, és ekkor szanatóriumba is került. Beszéljünk egy picit, tényleg csak nagyon röviden a József Attila életét meghatározó nő figurákról. Neki mindig voltak, egészen fiatal korától voltak ilyen hosszabb, rövidebb távú, vagy hosszabb, rövidebb ideig tartó kapcsolatai, szerelmei, románcai, fellángolásai, de négy fontos nő van az ő életében. Az első komoly szerelme és tulajdonképpen valódi kapcsolata az egy Vágó Márta nevű lány volt, aki egy nagyon más társadalmi osztályból származott, mint József Attila. Egy nagyon híres közgazdásznak volt a lánya, igazi polgári életet éltek, értelmiségiek jártak hozzájuk, és ez abban a szempontból is fontos volt József Attila életében, hogy egy kicsit más ideológiát, egy picit más szellemvilágot is megismerhetett, ugyanis a konzervatív, liberális értelmiség járt Vágóékhoz, és ővelük is kapcsolatba került József Attila. Egyébként természetesen a szülők nem tiltották őket egymástól, de azért nem voltak nagyon lelkesek, hogy a lányuk egy ilyen egzisztencia nélküli, nagyon furcsa fiúval jár, aki kétségkívül tehetséges, viszont hiába próbáltak neki segíteni a boldogulásban, egyszerűen képtelen volt megmaradni egy munkahelyen, képtelen volt a hagyományos értelemben vett polgári életre. Tehát ők nem nagyon lelkesedtek ezért, és ugyan nem tiltották egymástól a fiatalokat, de elküldték Vágó Mártát Angliába tanulni, abban reménykedve, hogy hát ez majd véget vett a kapcsolatnak, és hát tulajdonképpen igazuk lett, nem bírta ki az ő szerelmük ezt az időszakot, és szép lassan megszakadt a fiatalok közötti kapcsolat, és véget ért ez a Vágó Márta szerelem. A következő fontos nőalak a Szántó Judit, és tulajdonképpen ő volt az egyetlen élettársi kapcsolata József Attilának, tehát ők együtt éltek 6 évig, és Szántó Juditról, hogyha beleolvas az ember a kortársok feljegyzésébe, akkor egy nem túl pozitív, nem túl pozitív jellemzést kap erről a lányról, vagy erről a nőről. Ők az illegális kommunista mozgalomban ismerkedtek meg, és tulajdonképpen Szántó Judit az élet feladatának tekintette azt, hogy József Attilát segítse, hogy őt ellássa. Nagyon sokszor ő volt az, aki kettejükre keresett, és egy nagyon-nagyon nehéz életet éltek, sokszor szó szerint nyomorogtak, tehát tényleg volt olyan, hogy nem volt mit enniük, és hogy Szántó Judit, tehát olyan
akik negatívan szólnak róla, azok azt mondják, egy picit rá is telepedett József Attilára, és egy picit sütkérezett is ebben a fényben, hogy ő József Attilának az élettársa, de hát az utókor az nagyon sokszor bánik kegyetlenül ezekkel a nagy fontos szerelmekkel, lásd például Csinszkán is jól elvették a port később Adival kapcsolatban. Na de ne kanyarodjunk el a lényegtől, tehát a Szántó Judit szerelem, hát szerelem, igen, erről maga József Attila is többször leírta, hogy ez nem igazi szerelem, hanem valamiféle szövetség, de az lényeg, hogy 6 évig éltek együtt, és aztán József Attila volt az, aki kilépett ebből a kapcsolatból. És ahogyan már utaltam rá, a költő élete végén volt 2 nőalak, akik semmiképpen nem tekinthetők valódi párkapcsolatnak, hanem sokkal inkább ezek ilyen kétségbeesett menekülések voltak, érzelmi kapaszkodások, ugye Gyömrő Edit és Kozmuca Flóra, tehát ez sokkal inkább volt mindkét nő irányában egy irányú, egyoldalú rajongás, mint valódi szerelem. És ugye mivel Gyömrői a terapeutája volt, még hogyha kölcsönös is lett volna ez a vonzalom, ugye nem lehetett volna köztük semmi. És Kozmuca, az is még egy érdekesség, hogy József Attila halála után Kozmuca Flóra, aki aztán nem sokkal később hozzáment Illyés Gyulához, még évekkel később is kapott gyűlölködő megjegyzéseket, leveleket, József Attila gyilkosának titulálták, holott ő az egészről nem tehetett semmit, és ő nem tehetett róla, hogy ez a beteg lelkű fiatal ember belé szeretett. Mégis sokan tekintették úgy, hogy ő okozta József Attila halálát. És akkor beszéljünk egy pár szót a költő haláláról is, ami a mai napig tulajdonképpen tisztázatlan. Annyit tudunk, hogy a nagy, ugye azt mondtam, hogy 37 nyarán egy nagyon súlyos idegösszeomlása volt, szanatóriumba került, és a szanatóriumból Balaton 100-szóra ment, hogy a nővéreinél lábadozzon, ott nagyon-nagyon vigyáztak rá a nővérei. Egyébként a nővérei nagyon-nagyon gondoskodóak voltak, tehát hogy valószínű, hogy a nővérei gondoskodása nélkül még sokkal rosszabb élete lett volna József Attilának, és itt is nagyon nagy szeretettel vették körül, babusgatták, gondoskodtak róla, és viszonylag jól is volt egyébként. A nővérei, főleg Etelő volt az, aki egészen sokáig élt, és beszélt is többször a testvéréről, meg a testvére haláláról. A nővérei végig megvoltak, tehát a halálukig megvoltak győződve róla, hogy ez egy baleset volt József Attila halála. Annyit lehet tudni, hogy valahol volt a nővéreivel, és hazafelé különváltak, és akkor a Balaton 100-szói állomáson a piros sorompó, tehát a leengedett sorompó mögött állt egy tehervonat, a rövid ideig várakozott, és József Attila átmászott a sorompó alatt, és megpróbált átbújni a tehervonat alatt, tehát a vagonok között megpróbált átbújni, de elindult ez a tehervonat, és tulajdonképpen a vagonok között, nem tudom, hogy hívják azt a kapcsoló szerkezetet, ami biztos láthatom, egy ilyen nagy súlyos tárgy. Ez egy, az akkora ütést mért a fejére, hogy gyakorlatilag mire ráesett a sinekre, már nem is élt. Nagyon-nagyon sokat foglalkoztak ezzel, hogy ez most baleset volt, vagy öngyilkosság. Volt egy egykori rendőrkapitány, és aki tényleg bűnügyi helyszínelői szemmel végignézte, ugye, vagy igen, megnézte a fönnmaradt anyagokat, azért voltak még szemtanúknak a vallomásai följegyezve. Rendőri szemmel, tehát ő, az ő konklúziója az, hogy ez egy baleset volt, de az irodalomtörténészek pedig úgy gondolják, hogy hát azért ez valószínűbb, hogy öngyilkosság volt. Ezt nem azért mondom, hogy ez a költő életműve szempontjából bármit is jelent, tehát hogy ettől megint csak nem lesz sem jobb költő, sem rosszabb költő József Attila, hanem inkább csak érdekességként, hogy mennyire fontos figura ő a magyar kultúrában, hogy még a halála után 60-70 évvel is foglalkoztatja az embereket, hogy valójában mi történt. Na hát ennyi lett volna József Attila életútja röviden, és egy picit, hogy mondjam, lábadozóan, összeszedetlenül elmondva, hamarosan találkozunk és átbeszéljük az életmű legfontosabb, az életművel kapcsolatos legfontosabb információt is. Sziasztok!